Amit még nagyon fontosnak tartunk, az a magyar operett ápolása szintén, és nagyon sok operettet is feldolgoztunk, szintén három szólamba, illetve szólóban is énekelünk operett áriákat. Ezt azért tartjuk fontosnak, hiszen magyarok vagyunk, és nem szabad hagynunk ezt az értéket sem elveszni, és ezt is szeretnénk a következő generációnak egy picit szintén közelebb hozni. Köszöntöm a Múzsa nézőit! A Joy Televízió által közvetített Československo Má Talent című tehetségkutató versenybe idén a Dunaszerdahelyi Opera Trió is benevezett. A három dunaszerdahelyi tanárnővel, Kevicki Tündével, Kollár Katalinnal és Kovács Nagy Andrával beszélgetünk, akik sikerrel vették az akadályokat és a döntőig meneteltek. Üdvözöllek titeket! Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát nagy-nagy gratuláció jár nektek az elért eredményetekért. Ugye a fődíjat nem sikerült elhoznatok, de úgy nyilatkoztatok, hogy bár nem nyertetek, de ti győztesként távoztatok a versenyből. Mit értettetek ez alatt? Hát az, hogy egyáltalán a fináléba bejutottunk, és tényleg az, hogy az elődöntőből a közönség szavazatok által juthattunk be a döntőbe, ez már számunkra egy olyan visszajelzés, hogy a közönség támogat minket, az emberek szeretik azt, amit csinálunk, úgyhogy mi ezzel tényleg nagyon sokat nyertünk. Igen, abszolút. És az sem hétköznapi, hogy operával jutottatok be egy ilyen show műsorra, mert hogy az sem nagyon gyakori, ugye? Igen, mivel az opera alapból egy picit ilyen mainstream az emberek között, egy különleges zenei műfajként tekintenek rá, ezért nagyon örülünk, hogy kicsit közelebb tudtuk hozni az emberekhez, és nem csak itt, nálunk Dunaszerdahelyen ismernek most már minket, hanem szerencsére azt tapasztaljuk, hogy most már egész Csehszlovákiában, úgymond. Igen. A következményekről beszélünk majd később, de akkor most repüljünk az elejére. Ki volt az ötletgazda, az iniciátor, kinek az ötlete volt az, hogy nevezzetek a versenybe? Hát akkor át is adom a Tündének a szót, mert ő már többször is felvetette volt. Hát az elmúlt két évben erről volt szó igazából, hogy próbáljuk meg, miért ne? És mi azért egy picit ózkodtunk a Katalinnal, igaz? Mik voltak az érvek és az ellenérvek erre? Nagyon kíváncsi. Tehát, hogy több ilyen műsor fut ugye a televíziókban, akár Magyarországon, akár itthon nálunk, és akikkel beszéltünk, akikkel találkoztunk ilyen műsorokból, nem nagyon jó tapasztalatokkal jöttek el. Láttunk is ugye egy-két ilyen hazait csalóközi énekest, aki szerencsét próbált ilyen műsorokban, és úgy gondoltuk, hogy talán ez nem a mi pályánk, nem azt a műfajt képviseljük, ami egy ilyen helyszínen, egy ilyen versenyben megállná a helyét, és akkor, de Tünde úgy kötötte az ebet a karóhoz, hogy de mégis talán valamiben szerencsét kellene próbálni, és így a Covid után egyszer csak szembe jött ez a lehetőség. Azt gondoltam, hogy ez egy olyan műsor, ami nem kifejezetten énekes műsor, mert ugye mostanában az énekes műsorok inkább a pop éneklést preferálják. És hát ugye, amit mi képviselünk, az nem az. Igaz, most már vannak feldolgozásaink, tehát átdolgoztunk elég sok ismert világslágert, pop dalt, de akkor is azért a hangképzésünk az a klasszikus belkántó. És ugye ez egy olyan műsor, ez a Československo Má Talent, ahol mindenki a saját tehetségét mutathatja be, ahogy azt a kedves közönség láthatta, voltak artisták, voltak kis táncosok, énekesek, nagyon sok énekes, de mi voltunk az egyetlen opera énekesek. Tehát, és még akkor három szólamban énekeltünk, úgyhogy ez még egy ilyen kis különlegessége volt a dolognak, hogy ugye csoportként versenyeztünk ezáltal. Tehát én azt gondoltam, ahogy így néztem az előző szériákat, hogy ez az a műsor, ahol esetlegesen elnyerhetjük a zsűri és a közönség tetszését. A dalválasztásra is nagy hangsúlyt fektettetek. Hogyan dőlt el, hogy melyik dallal neveztek be? Igazából több dalon gondolkoztunk, amikor elmentünk az első castingra, és hát több dalt elő is adtunk. Az első casting online volt, tehát oda beküldtük a dalokat. Majd mentünk egy személyes castingra, ott szintén több dalt énekeltünk, és azt a több dalt igazából fel is játszották, azt átkonzultálták ott a műsor szerkesztői, és aztán ezáltal kerültünk tovább még a rostán, és aztán így folyamatosan kerültünk a tévéképernyőre.
Mikor kezdtétek elhinni, hogy helyetek van ebben a műsorban? Már az első adás után úgy meglepetten álltunk, az első nyilvános casting után, amikor ugye megkaptuk az igeneket a zsűritől, úgy nem értettük, hogy akkor most ez tényleg komolyan tetszik valakinek, amit csinálunk, és hogy tényleg idevalók vagyunk, nem vagyunk túl komolyak, mert azért ott nagyon sokan voltak azon az első válogatón, ilyen nyilvános válogatón, rengeteg érdekes arc, tehetség, és hát mi ugye úgy éreztük, hogy hát itt mindenki valamivel érdekesebb, mint mi vagyunk, ahogy így láttuk a produkciót, itt mindenki olyan vicces, mindenki szórakoznak, és hogy bizony, hogy ez kell az embereknek, ugye, hogy egy picit megnevettessék a közönséget, illetve a zsűrit, és aztán jöttünk mi, és hát ugye egy komoly áriát hoztunk az első adásba. El is mondhatjuk, hogy melyik volt ez? Giacomo Puccini, Giannis Kiki-ből énekeltük az O mio bambino caro című áriát, ugye három szólamba, és hát rögtön standing ovation volt, felállt a közönség, tapsoltak, sírva fakadtak nagyon sokan, úgyhogy akkor úgy éreztük, hogy akkor mégiscsak jó döntés volt, mert egy picit másképp hatottunk a közönségre és a zsűrire, más érzelmeket hoztunk elő belőlük. Milyen érzés volt ez az állótaps, meg ez az ováció? Hát fantasztikus volt, hogy tényleg a zsűri is, hát a könnyeikkel küzdöttek ott a zsűriben, igaz, lányok? Igen, igen. Szóval... Meglepődtek nagyon, tehát a közönség is, és a zsűri is, hogy egy ilyen produkcióval megyünk, és talán ez volt a hatásnak a lényege, az a meglepődés, talán az is, hogy a sok mindenféle igen nevettető után mi vittünk egy kicsit egy színvonalasabb produkciót, ami egy kicsit az érzelmeket is, az érzelmekre is hatott, akár a zsűrin, akár a közönségnél. Milyen érzés, hogy ilyen hatást tudtok kiváltani az emberekből? Gondoltátok volna? Hogy így fognak reagálni az emberek? Hogy lesz, aki elsírja magát például? Mi ezt már, ha mondhatjuk, akkor a koncertjeinken megszoktuk, de ugye ez egy kis közösség, igen, mindig, ahol igen. Koncertezünk, ott azért nincsenek több százan, sajnos, de lehet, hogy... De ez most már megváltozik. Benne, most igen, már igen. És a közönség is olyan, aki eljár a koncertjeinkre, aki ismer igen. bennünket. Igen, és tudja, hogy mire számítson. Így van, tudja, hogy mire számítson, ismeri a mi repertoárunkat, nagyjából tudja, hogy milyen művekkel fogunk mi ott előállni, és ez mindenki számára, igen, ez a meglepetés hatása volt. Igen, mert abszolút vegyes közönségetek volt. A mi dalaink, az áriáink azért általában olyanok, amik hatnak az emberekre, és akkor, ha három szólamba énekelünk, angyali hangon, igen, sokszor van olyan, hogy elsírja magát a közönség, és sokszor van olyan, hogy mi is elérzékenyülünk, mint a legutóbbi Dunaszerdahelyi koncertünkön, ahol tényleg már annyira érezni lehetett a levegőben ezt, hogy mindenki, ugye hát adventre készülődünk, eleve az időszak is olyan volt, a dalválasztások is olyanok voltak, hogy Ave Mária koncert volt, tehát mi is elérzékenyültünk a közönségen, is láttuk, és utána is hallhattuk, hogy hát nagyon jó érzés volt. Tehát nem hiába mondják, hogy az operára a legjellemzőbb a katarzis szó, úgyhogy igen. 10 éve működtök, ugye, mint operatrió, és hát a logisztikában is nem kis feladatokat kell ellátnotok, hiszen te nem dunaszerdahelyi vagy, hanem Ausztriában élsz. Sokat tettetek már a műfaj népszerűsítésért. Mennyi munkátok van ebben? Hát 10 év munkáig, az lányok. Így bizony. 10 éve dolgozunk együtt, és 10 éve folyamatosan próbáljuk ezt a stílust, amit képviselünk, tökéletesíteni. Mert ugye az elején mi sem tudtuk pontosan, hogy hova fog ez az egész kiukadni. Először kezdtünk hagyományos operaáriákkal, amik még nem is voltak három szólamra szétírva, hanem eleve tercsetteket énekeltünk, ami így íródott, hogy három szólamra. Szoprán, mezzoszoprán, alt, vagy pedig csak szopránok között osztódott el, mint például a Mozart is, amit először énekeltünk. Tehát először ezt csináltuk pár évig, majd szerettünk volna egy pici saját stílust is belevinni, illetve olyan dalokat is kiválogattunk a későbbiekben, amik nekünk tetszettek, és nem feltétlenül operáriák voltak. És mostanra pedig eljutottunk oda, hogy rengeteg feldolgozásunk van, a Hallelujah-tól kezdve egészen Andrea Bocelli Prayer-éig,
tehát nemrégiben feldolgoztuk John Lennon Imagine-jét is, szóval beindult a dolog. Igen, tehát hogy a műfajok közti határokat azt valahogy úgy próbáltuk kiszélesíteni, és ezt, amit mi képviselünk, ezt az éneklési stílust, ezt ötvözni a más műfajokkal, más slágerekkel, a közönségnek bemutatni ezáltal is azt az ének, hogy hangképzést, amit mi képviselünk. Tehát így próbáltuk a repertoárunkat is szélesíteni, és azt hiszem, hogy a közönségnek bejött, és mi is nagyon szeretjük csinálni. És akkor ezeknél a daloknál ugye szükség volt egy olyan szakemberre, aki a három szólamot, a partitúrát megírja nekünk, mert hiszen eleve ezek nem több szólamú előadásra íródtak ezek a művek, és akkor ebben segít nekünk mindig Érsek Rezsi, akár a hangszerelésben, akár a programozásban, a zenei kíséreteknek a programozásában, és akkor együtt dolgozzunk meg, mondjuk, hogy mi az, ami tetszik nekünk, mi az, ami ő neki, próbáljuk azt szerint formálni aztán ezeket a dalokat, hogy mindenkinek megfelelő legyen, mindenkinek jó legyen, és azt hiszem, hogy ez a közönségnek is nagyon tetszik. Igen, ez a következő kérdésem, hogy hogyan sikerült a közönség ízlését formálnatok? Mennyire tudtátok közel hozni hozzájuk ezt a műfajt, vagy akár a ti ének stílusotokat? Hogy érzitek? Nőtt a közönségetek száma, gondolom, a 10 év alatt. Hát a közönség visszajelzése az a legfontosabb. Tehát az, ami ő nekik tetszik, akkor tudjuk, hogy ezen az úton mehetünk tovább. Ezeket a műveket továbbra is választhatjuk. Amit még nagyon fontosnak tartunk, az a magyar operett ápolása szintén, és nagyon sok operettet is feldolgoztunk, szintén három szólamba, illetve szólóban is énekelünk operett áriákat. Ezt azért tartjuk fontosnak, hiszen magyarok vagyunk, és nem szabad hagynunk ezt az értéket sem elveszni, és ezt is szeretnénk a következő generációnak egy picit szintén közelebb hozni. Lássunk egy picit a kulisszák mögé. Hogyan fért mindez bele a ti hétköznapi életetekbe ez a verseny? Hogy képzeljük el a felkészülést? Hát nálunk teljes mértékben a család volt a nagy segítség. Tehát a gyerekekkel is a szüleim voltak, a férjem, szóval nélkülük nem is valósulhatott volna ez meg. És nagyon sokat ugye jártunk próbára, szinte minden napjainkat ez kitöltötte, és hát fantasztikus volt együtt dolgozni a lányokkal, tehát úgy érzem, hogy most értünk igazán össze lelkileg, és érezzük egymást a színpadon, nagyon-nagyon jó érzés volt ott állni. Mivel foglalkozol te kint Ausztriában? Hát elsősorban a magyar ringatót vezetem Pandorban, összefogom a magyar anyukákat, a magyar közösséget, és a német gyerekeknek oktatok korai zenei nevelést, emellett éneket is tanítok. Gondolom, itt is van család, ugye, gondolom, nálatok is hasonló volt a helyzet? Hát a logisztika az működött rendesen, mert ugye mi a Katalinnal még itt a zeneiskolában, a helyi Dunaszerdai Művészeti Alapiskolában tanítunk, én tanítok, Katalin pedig az igazgatónő, úgyhogy nagyon sok kötelességünk volt mind a kettőnknek, és még természetesen a család az első, úgyhogy őket is azért el kellett látni, de tényleg én is azt mondhatom, amit az Andrea, hogy maximálisan mellettem álltak a szüleim és a férjem, úgyhogy segítették a mindennapokat, hogy minél jobban menjen a felkészülés. Hány órát lehet egy nap énekelni, hogy az ne menjen a hangotok rovására? Hát az igazából kinek amennyi jól esik. És ennek mennyi esik jól? Hát az változó. Van eltelik 3-4 nap, hogy nem is énekelünk egyáltalán. Dehogy is, az iskolában. Tehát azt akartam mondani, hogy mivel mi tanítunk, úgyhogy azt úgy gondolom, hogy... Ha szünet van, akkor telik így el 3-4 nap. Igen, hogy ha szünet van, akkor élvezem a szünetet és élvezem a csendet. De egyébként, mivel ugye tanítunk mind a ketten, nekem is vannak énekóráim és zeneelméletóráim is, tehát vagy énekelünk, vagy beszélünk szinte egész nap. Esténként próba, saját fölkészülés, vagy délelőttönként ugye a saját projektekkel foglalkozunk, esetleg nekem még ott van a kórus is, akkor a kórusban is, vagy énekelünk, együtt énekelünk a többiekkel, úgyhogy napi szinten énekelünk.
kell a pihenő, de ez a két hét, ez most nagyon, tényleg nagyon sűrű volt, és nagyon, nagyon be kellett osztani az időnket, hogy mindent győzzünk, és a legjobbat tudjuk majd nyújtani az elődöntőben, és utána a döntőben. És meddig bírnátok éneklés nélkül? Mit jelent számotokra az éneklés? Mindannyiótokhoz szól a kérdés. Hát nem sokáig. Hát igen, az anyasági alatt volt időszak, amikor nem énekeltem, de alig vártam, hogy újra a testem a helyére álljon, az izmok helyre jöjjenek, és tényleg, hát én nem sokáig bírom éneklés nélkül, tehát engem feltölt. Ha csak otthon gyakorlok, az is nagyon-nagyon sokat számít. Hát igazából én is csak 3 hónapot, még annyit se voltam éneklés nélkül, amikor megszületett a kislányom szeptember 29-én, és január 1-én már volt az első közös koncertünk, az újévi koncert, úgyhogy ennyit bírtam, sajnos. Többet nem bírom. Sajnos vagy nem sajnos, ugye? Te hogy vagy ezzel? Hát a mindennapjaim része tényleg, tehát ha hobbiként kezelem, akkor is a mindennapok része, hogyha mint munkát, mint a professzionális életet, hogyha nézem, tehát mindenféleképpen a mindennapoknak a része. Én már nagyon régen szültem, úgyhogy ezt nem mondom meg, szóval hogy ott mennyi maradt ki, meg ilyeneket, de hát ott is. Tehát az, hogy munka, és hobbi, és hivatás, és szórakozás, feltöltődés, minden egyben. Itt már utaltatok a döntőre, ugye egy kórusművet szólaltattatok meg 3-an, azért ez nem kis vállalás, és mindezt egy hét alatt kellett összeraknotok. Hogyan? Csak ennyit tudok kérdezni, hogy ezt hogyan sikerült? Igazából egy profi stáb állt mögöttünk, tehát azért az is nagy segítség volt, hogy nem kellett gondolkodnunk semmin, mindenben segítettek, mint a zenei alap elkészítésében. Egyébként itt megemlíteném az Operatrio örökös segítségét, producerét, érsek Rezsit, aki szintén ebbe is azért belenyúlt és segített, és mondta, hogy csináljuk. Azon kívül együtt dolgoztunk egy énektanárral is, aki szintén segített nekünk, hogy adjuk elő ezt a több szólamú dalt úgy, hogy effektív legyen, és jól szóljon. És hát a lányokkal minden nap gyakoroltunk, úgyhogy 7 nappal állandóan ezt énekeltük, és tanultuk a szöveget. Szöveget memorizáltunk. Milyen érzés volt egy ilyen volumenű show műsorban részt venni, tényleg, ahol mindenki a kezetek alá dolgozik, és úgymond sztárokként vagytok kezelve? Én még a mai napig hatása alatt vagyok, őszintén megmondom. Nagyon-nagyon jó érzés volt ott állni és énekelni. És az, hogy mindenki segített a háttérben, szóltak, mikor menjünk, hova menjünk, tényleg mindenki minket irányított. Szóval nagyon-nagyon jó érzés volt. Nem is mondanám azt, hogy talán sztárokként nem kezeltek, de úgy gondolom, hogy partnerek voltunk mindenben. És tényleg az a háttérmunka, az a segítség, amivel bennünket támogattak, a hangosítóktól, a világosítóktól kezdve a kameramanok. Tehát az, hogy partnerként kezeltek bennünket, olyan emberek, akik világéletükben ezt csinálták, mi egy becsöppentünk, és teljesen úgy kezeltek minket, hogy igen, ti ezt tudjátok, ez a feladatotok, ti ezt meg tudjátok oldani. Hogyha a döntőbe kerül valaki ilyen show műsorba, akkor már okkal és joggal van ott. Elhittétek, hogy megnyerhetitek ezt a versenyt? Igazából, ahogy olvastuk a kommenteket végig, jó, természetesen nem minden hozzászólást olvastunk el, de azért azt láttuk, hogy a gyerekeket nagyon megszerette a közönség, ami teljes joggal érthető, hiszen teljesen más energiákat közvetítenek, meg ugye voltak háttértörténetek is, amik szintén befolyásolták a nézőket. Tehát valamilyen szinten meg is értettük, hogy lehetséges, hogy nem fogunk tudni labdába rúgni mellettük, és végül is ez így is lett. Azt még mai napig nem tudjuk, hogy hanyadikként végeztünk, mert ugye ezt nem tették nyilvánossá. Tehát nem a szavazatok alapján olvasták be a sorrendet, hogy estünk ki. Úgyhogy remélem, hogy erre is majd fény derül, hiszen nagyon sokan támogattak minket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a rengeteg szavazatot, amit elküldött a kedves felvidéki közönség. Úgyhogy hálásak vagyunk érte. Érzitek már a hozadékát ennek a műsornak? Van több megkeresés, felkérés? Igen, mindenképpen érezzük. Tehát
Már az első képernyős megjelenés után már kaptunk visszajelzéseket, kaptunk lehetőségeket, felkéréseket, hogy a jövőben szeretnének velünk együtt dolgozni. Az elődöntő után még többet, és most már a döntő után konkrétan megkeresések jöttek, és fogunk is vállalni koncerteket, és akkor indulás előre. Mik a célok? Milyen rövid és hosszú távú céljaitok vannak? A cél ugyanaz maradt, mint eddig, egy kicsit népszerűsíteni ezt a műfajt, egy kicsit könnyedebbé tenni, hiszen az emberek fejében általában az van, hogy az opera énekesek hát egy kicsit túlsúlyos, agyon festett, nagyon komoly emberek, és hát ugye elmenni egy opera előadásra az emberek 50%-ának egy olyan érzés, hogy hú, akkor most 3 órát végig unatkozok egy nagyon unalmas operán, de hát jól vanna. Szóval ez van az átlag emberek fejébe, és ezt egy kicsit szeretnénk megcáfolni, hogy lehet ezt másképp is, lehet ezt egy picit könnyedebben is előadni, és közelebb hozni az emberek szívéhez. Reméljük, hogy ezzel a beszélgetéssel is hozzájárultunk, hogy ezek a sztereotípiák megdőljenek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további nagyon sok sikert kívánok nektek. Mi is köszönjük. Nagyon szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.